Nagy tisztelettel köszöntöm kedves nézőimet, ez a Brenner mondja következő része, mint mindig, fő téma és kis melléktéma. A fő témám, hát természetesen, hiszen amikor ez a felvétel készül, ma voltunk Pintér belügyminiszter úrnál konzultálni. Az oktatás helyzetéről megint muszáj beszélnünk, és egy másik téma, nagyon érdekes dolog, Budapestet lázba hozta? Nem tudom. Az a kérdés, hogy most a Lánchidon át tudunk-e majd hajtani, avagy sem, erről is érdemes lesz néhány gondolatot meghallgatniuk, szerintem. No, de kezdjük el azt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr, mint a kokainra rászokott a rendeleti kormányzásra, ugye? És hát ebben a rendeleti kormányzásban most rendeletileg utasította Pintér belügyminiszter urat, hogy kellenek már nagyon azok az EU-s pénzek, úgyhogy játsszunk már el egy ilyen konzultációt az ellenzéki pártokkal. A Jobbik konzervatívok hosszú hónapokkal ezelőtt javasolt egyébként, így a jegyzőkönyv számára szeretném megjegyezni, egy nemzeti kerekasztal összehívását oktatás ügyben, hiszen mi mindig hangoztattuk, hogy hosszú távú olyan oktatási modernizációra, amely valóban pozitív, és az odajáró fiataloknak, felnőtteknek olyan tudást ad és készségeket, amelyekre égető szükségük van a 21. században, a tudás és az információ évszázadában, oda bizony a stratégiai célok kellenek, amelyben valamilyen szinten konszenzus van minden politikai oldal és minden szereplő között, másrészt hosszú távon lényegesen több pénz. Ezért is javasolja a néppárti Jobbik, és már hosszú évek óta, hogy kiemelkedő támogatás kell egyfajta klebsbergi konzervatív politika kapcsán az oktatás ügynek, ne 6, hanem 8%-át költsük GDP arányosan a költségvetésünknek, oktatásnak, hiszen akkor meg lenne az anyagi kerete nem csak a tanárok nagyon komoly béremelésének, hanem annak is, hogy végre tényleg hozzáállásunk az átfogó modernizáláshoz. Hogy csak egy-két konkrét pontot mondjak, például mondjuk azonnal meg kellene háromszorozni a tanárok munkáját segítők létszámát, hogy végre elérjük az OECD átlagot, hiszen nem a tanár dolga reggelente megmosakodtatni a gyerekeket és megetetni, például, hogy egy nagyon szélsőséges példával jöjjek természetesen. De akár a nulladik nyelv oktató év visszahozatalát is hosszú évek óta javasolja a Jobbik konzervatívok, hiszen ráadásul most a Fidesz tudás és értelmiség ellenes politikája az egyetemi felvételiknél is kivette a nyelvvizsga kritériumot a felvételi rendszerből, márpedig sajnos Európában, de a világon is a 21. században idegen nyelvtudás nélkül a magyar munkaerő nem ér annyit, amennyit tulajdonképpen érne, és megfelelő bért is kellene neki fizetni. Szóval a mai egyeztetés igazándiból csak arról szól, mint kiderült, hiszen a frakcióvezetők kaptak meghívást, és volt egy úgymond szakértői hely, ezért a Jobbik konzervatívok vezetősége úgy döntött, hogy én nem megyek be politikusként, hanem helyettem Gosztonyi úr, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke kapjon lehetőséget arra, hogy elmondja a pedagógus kollégák véleményét Pintér belügyminiszter úrnak. Na ebből lett az, hogy a szakértőket a miniszter úr nem engedte szóhoz jutni. Szóval ennyit a kiegyensúlyozott polgári demokráciáról hazánkban. Az úr 2023. évében nem véletlen talál, hogy egy idő után az ellenzéki pártok képviselői felálltak, és ott hagyták miniszter urat. Lánchidon át lehessen menni kocsival, avagy sem, főpolgármester úr is kikéri a budapestiek véleményét, a fideszes kormány azzal zsarolja Budapest főváros önkormányzatát, hogy nem adja oda nekik járó milliárdokat a Lánchíd felújítására, hogyha nem hajthatnak át az autósok a Lánchidon. Na de a magyar autós társadalom zömét mennyiben érinti ez a kérdés, teszem fel halkan a kérdést, hiszen szerintünk egy polgári és konzervatív életmódhoz az autóhasználat hozzátartozik. Normális Magyarországon nem szabadna luxusnak lennie annak, hogy az ember kocsiba ül. És hát ráadásul nem csak Budapest belvárosában közlekednek a magyar polgárok, sőt, főleg nem. És ott bizony néha kisebb településekről gyakorlatilag csak kocsival lehet érdemben közlekedni. Ezért is lenne nagyon megfontolandó egy olyan intézkedés például, hogy a 27%-os Európa rekorder áfát
mondjuk 3 évente elengednénk a magyar polgároknak. Mit szólnak ez? Jó ötlet? Szóval ennyi fért mára a Brenner mondja következő adásába. Kérem, iratkozzanak fel a YouTube csatornámra, és ha a csengőt is bekapcsolják, akkor értesítést kaptak a következő videómról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!